A Széna Egyesület 2015 óta ad át fából készült bölcsőket a jelentkező gyermeket váró családoknak. A cél a kisgyermekeket tervező és vállaló családok segítése, hogy a kívánt gyermekek megszülethessenek. A bölcsőket szeretnék minél több családnak eljuttatni. Először egy bölcsővel indítottunk, aztán most már három felajánlásunk is van, úgyhogy három picinek is oda tudjuk akár adni ezeket a bölcsőket. A célja az az, hogy a családoknak a megerősítése, és a kisgyermekvállalásra felhívni a figyelmet, hogy úgy kerek az életünk, hogyha ők jönnek, az életünk részei, és cseperedhetnek mellettünk a családokban, és ez egy nagyon fontos szimbóluma igazából annak, hogy újra van egy bölcső, és újra lehet ringatni. A Három Királyfi, Három Királylány mozgalom alapításának 5 éves évfordulója alkalmából hirdetett pályázatot civil szervezetek számára, amelynek keretében 5 bölcső talált gazdára. Így érkezett meg a Székesfehérvári Széna Egyesület a Családokért civil szervezethez is az első vándorbölcső. A jelentkezések beérkezését követően sorsolás keretében választják ki a családot, aki hazaviheti a bölcsőt az otthonába, és mindaddig használhatja, amíg a gyermek ki nem növi. Lehet többször is pályázni, tehát több gyermek esetén is volt már, úgyhogy 2 gyermeknek is adtuk, tehát nyugodtan be lehet adni a pályázatot, pár mondatot szoktunk kérni, egy rövid kis bemutatkozót, és értesíteni fogjuk a pályázókat, hogy mi lett az eredmény, és ennek lesz majd egy ünnepélyes kerete, amikor átadjuk a házasság hetében szeretnénk majd ezt a bölcsőt átadni. Pályázni a Széna Egyesület @gmail.com e-mail címre elküldött üzenettel lehet. A levélben kérik a pályázó nevét, telefonszámát, e-mail címét, a gyermek várható születési dátumát és nevét, és egy rövid bemutatkozást a családról.